Ez egy olyan helyszín, ahol az ember mindig azt érzi, hogy ebben a rohanó világban, ebben a felgyorsult, globalizált világban az embernek szüksége van a természettel való találkozásra. És ráadásul kedvenc kutyáikkal érkeztek ide a kiállítók, és a kutya, amely évezredek óta az embert a természethez köti, és legyen bármilyen modern világunk is, a kutya mindig emlékeztet minket arra, a kedvenc kutyánk a szeretetével, az odafigyelésével, az őrzésével, a nyájterelésével és sok-sok mindennel az ősi múltunkra, hagyományainkra, örökségünkre, értékeinkre. Az itt lévő pásztorkutyák, magyar kutyafajták, a 9 magyar kutyafajtánk is, és nyilván az emberről a juhász és pásztorkutyák eleven örökségét képezik nemzetünknek, nemzeti kincsek ezek a kutyák, nem mások. Nem csak azért, mert a Magyar Országgyűlésben volt szerencsém 2004-ben benyújtani egy országgyűlési határozati javaslatot, amit a parlament elfogadott, és valóban nemzeti kincsekké nyilvánította ezen kutyákat. Ez nagy öröm mindannyiunk számára. Én magam is mudi tartó vagyok. 15 évvel ezelőtt vásároltunk egy kis mudit, és nagyon nagy örömünk volt benne, sajnos július 1-én meghalt, de azóta van nyilván több is, és bízunk benne, hogy tovább tudjuk ápolni ezt a szép hagyományt. Egy biztos, hogy Márai Sándor arra figyelmeztet minket, hogy neveljük a lelkünket kérlelhetetlen igényérzetre. És amiről vezérigazgató is beszélt, ez a lelki igényesség, ez az életünket, ha végig kíséri, akkor mindig helyesen tudunk dönteni. Ugye azt szoktuk mondani mi magyar emberek, hogy az az ember, aki jól végzi a munkáját, az lelki ismeretesen végezte el a munkáját. Legyen az asztalos, köműves, mérnök, bárki más. Erre kell figyelnünk, és ez a lelki igényesség, ez a kutyák felé irányuló szeretetünkben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Itt kutyabarát emberek vannak, szerető emberek vannak, olyan emberek vannak, akiknek a lelke igényes, akik elhozzák a legszebb kutyájukat, a kedvenceiket, felkészítik erre a gyönyörű helyszínen végrehajtandó kiállításra, bemutatják, hogy hogyan tudták nevelni eddig a kutyáikat. Egyfajta jellemvizsgálat is ilyenkor, önvizsgálatot is tudunk tartani, hiszen is kell is, hiszen ahogyan neveljük a kutyánkat, ahogyan tartjuk a kutyánkat, az a jellemünknek egyfajta visszatükröződése. És tudjuk, hogy a jellemünk az pontosan meghatározza, hogy milyen emberek vagyunk, és hogyha lelki igényességgel végezzük ezt a munkát, a kutyatartást is, odafigyelünk szeretteinkre, odafigyelünk családtagjainkra, hiszen a kutyáink is családtagok, akkor nagy baj nem lehet. Aki a kutyáját szereti, az rossz ember nem lehet. Én bízom benne, hogy ez a kiállítás többek között erről is szól, nem csak a szépségről, hanem a lelki szépségről is, nem csak a külsőről, hanem a belső értékekről is, hiszen ezek a kutyák, ezek a házi kedvencek is, ezek az őrzőkutyák, munkakutyák, juhászkutyák, ezek mind-mind értünk vannak, az embert szolgálják, az embert segítik, és sokszor nehéz időszakban, a rohanó világunkban, amelyre már utaltam, a szeretetükkel, a ragaszkodásukkal, az odafigyelésükkel, a gazda iránt lelki erőt adnak nekünk. Úgyhogy én örülök, hogy ilyen sokan eljöttek erre a szép helyre. Én nagyon szépen köszönöm a kiállítás szervezőinek, köszönöm szépen a Bakonyerdő ZRT-nek, köszönöm szépen a Magyar Kutyás Világnak, a Ebtenyésztők Szervezetének és mindenkinek, aki ma itt ebben közreműködött. Én remélem, hogy sok-sok örömben lesz mindenkinek része. Már önmagában, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk, kutyabarát emberek, ez már öröm számomra is. Úgyhogy jó kiállítást kívánok mindenkinek, és feleljék, neveljék felelősség teljesen a kutyáikat, és lelki igényességgel viszonyuljanak embertársaik felé. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ezzel a kiállítást megnyitom.